Dél-Balaton ZRT fő tevékenysége a növénytermesztés és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenység, és a növénytermesztésen belül pedig az egyik fő növényünk a repce. Az összterület, amit művelünk, a saját területeink és a teljes integrációban végzett tevékenység összesen 500 hektár, aminek a jelentős részén Pioneer hibrideket használunk már nagyon régóta, és az ügyfeleink is előnyben részesítik a Pioneer hibrideket. Pioneer hibrid kínálata nagyon széles választékot tartalmaz, kevésbé intenzív, rosszabb talajokra egyaránt meg lehet találni a megfelelő hibridet, és a jó termőképességű területekre, ahol érdemes intenzív technológiát alkalmazni, oda is találunk megfelelő hibridet. Korábban főleg a Maximus hibrideket használtuk, az utóbbi időben a magas hibrideket is használjuk a Maximus mellett. Ugye a környezetünkben a háttérben található PT271-es hibrid is a magasak közé tartozik, és ezzel rendkívül jók a tapasztalataink. Ami kimondottan jó a Pioneer hibrideknél, a korábban említett extenzívebb hibridek esetén a rendkívül jó alkalmazkodó képesség a különlegesebb időjárási körülményekhez is, amiből ugye rendkívül sok van most már az utóbbi években. Ezért szeretjük az olyan területeket használni, ahol nagyobb a kitettség a rosszabb talajok miatt, ebből ugyancsak elég sok található a mi működési területünkön. De az alap és legfontosabb, hogy milyen a talaj. Az intenzív technológiát azokra a talajokra alkalmazzuk, ahol ez vissza is tud térülni, és ehhez megfelelő hibridet próbálunk választani. És azokat a területeinket vadkerítéssel megvédjük a szarvasoktól, és itt elsősorban a nagy termőképességű Pioneer hibrideket alkalmazzuk. PT271-es a fő csapásirány, hozza a szokásosan elvárt szintet. A rosszabb területeken ott pedig inkább a korábbi Maximus hibridet, a PX113-ast alkalmazzuk, ami nagyon jól tud alkalmazkodni a gyengébb körülményekhez is, a rosszabb körülményekhez is, betőmagárban is egy kedvező lehetőséget biztosít. Akik kisebb területen és a repce termesztés kezdeti időszakában vannak, azoknak elsősorban a PX113-ast, akik már profi repce termesztők és jó területekkel rendelkeznek, jó talajokkal, ott a PT271-est azt nyugodtan ajánlom, ezt szoktuk az ügyfélkörünkbe is elsősorban propagálni.